Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám pénteki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Tihanyból, a kiserdőtető tetejéről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a kiserdőtető tetején, Tihanyban, a zöld háromszög túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek, Tihanyban, a zöld háromszög túraútvonalon. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen, akkor jöjjön hát a folytatás. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, Tihanyban, a zöld háromszög túraútvonalon. Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már folytatom is tovább a mai kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten, a zöld háromszög túraútvonalon, és ugye az ezt megelőző videómban meg is mutatom, hogy melyik irányból érkeztem. Én konkrétan ugye az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem a ezt megelőző videómban, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Így hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hiszen onnan jöttem, így hát fordulok is egy 180 fokot, és folytatom tovább a mai kis túrámat itt, a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És ott szemben pedig a Apáthegy látható, a tetején az őrtorony kilátóval, konkrétan ott szemben. És akkor én viszont folytatom is tovább a mai kis túrámat, méghozzá arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor én már haladok is tovább, itt a zöld háromszög túraútvonalon. Konkrétan most vagyok ugye a kiserdőtető tetején vagyok tulajdonképpen, és nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és abban láthassátok, hogy kerültem ide fel, hogyha megnézitek. Köszönöm szépen! És akkor itt van egy újabb kis kilátópont, a külső tóra. Ugye ott látható a Tihanyi külső tó, és arra van ugye észak, tehát észak arra felé van, és itt látható ugye az a külső tó tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát ott van maga a Tihanyi külső tó, és a Tihanyi külső tó mögött ott van az Apáthegy, az őrtorony kilátóval együtt. És így néz ki a táj, innen a Kishegy tetejé, kiserdő tető tetejéről nézve, így néz ki a táj konkrétan, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És itt lent ez a hatalmas vízfelület, ez nem más, mint a Tihanyi külső tó, mert ugye Tihanyban két darab tó található, az egyik ugye a külső tó, a másik pedig a belső tó konkrétan. És ott, ha ott tovább tekintünk arra, távolabbra, ott van a Szófő, tehát ott van a Szófő, tehát ott látható a Szófő is konkrétan,
Tehát az ott aszófő, és így néz ki innen föntről a táj, innen a kis erdő tetejéről nézve, így néz ki a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor én folytatom is tovább a túrámat, itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én már haladok is tovább, tartsatok velem, és akkor szépen haladok is tovább, méghozzá arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én már folytatom is tovább a mai kis túrámat. Most még itt vagyok a kiserdő tető tetején tulajdonképpen, ugye a zöld háromszög túraútvonal jön ide fel, mert tényleg a zöld háromszög túraútvonal jön ide föl, konkrétan, méghozzá a hajóállomás irányából, a Tihanyi hajóállomás irányából, ugye a zöld háromszög túraútvonal jön ide fel, ide a kiserdő tető tetejére tulajdonképpen, de gyertek el ide Tihanyba, és erről győződjetek meg személyesen is, természetesen. És én meghaladok tovább itt a zöld háromszögön, és lassacskán elkezdek majd lefelé ereszkedni, tehát lassacskán majd elkezdem a leereszkedést innen a kis erdőtető tetejéről, tehát lassacskán le fogok majd ereszkedni tulajdonképpen, mert tényleg lassacskán le fogok ereszkedni, pillanatokon belül megkezdődik a ereszkedés, ami már valójában itt is van, tehát szépen megkezdem a leereszkedést innen a kis erdőtető tetejéről. Na, jányok és fiúk, akkor innentől kezdve már lefelé megy az út, tehát innentől kezdve már csak lefelé. Lefelé fogok haladni innentől kezdve. Hát lemegyünk a belső tópartjára. Tehát szépen leereszkedek a belső tópartjára. Innen a kis erdőtető tetejéről. Szépen leereszkedünk. Hát itt van egy kis kilátópont, itt jobbra, itt a lombok fölött. Van némi kis kilátás, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Természetesen ott szemben a Apáthegy látható, tetején a Őrtorony kilátóval, ott távolabb pedig a Csúcshegy, ami ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, és akkor szépen megyünk lefelé ezen a ösvényen, ami itt látható. Na most aztán figyelni kell a lábam elé, mert itt aztán könnyen az ember elvágódhat, ha nem figyel egy kicsit oda. Tehát itt figyelni kell a lábunk elé is, mert itt könnyen megbotolhatunk, megbotolhat az ember, megbotlik az ember itt a sziklákba, meg a fagyökerekbe, és az bizony fájdalmas tud lenni. Na, gyerekek, akkor ereszkedek lefelé szépen, szép óvatosan természetesen. Tehát ti is, amikor ilyen helyen vagytok, akkor itt ilyen helyen óvatosan ereszkedjetek lefelé, mert könnyen megvan a bokatörés ilyen helyen, és akkor az még a jobbik eset. Na, szépen megyek lefelé. Hát itt mindjárt egy kicsit könnyebb lesz a dolog, hiszen itt majd hamarosan lépcsők lesznek, valamilyen módon kialakítva, ilyen lépcsős megoldás van. Na, szépen leereszkedünk innen a kis erdőtető tetejéről. Hát szépen leereszkedek a belső tóhoz. Úgy, de szép nagy zöld gyík van ottan, hatalmas nagy zöld gyík. És akkor haladok tovább itt a zöld háromszög túraútvonalon, aminek mindjárt meg is mutatom a teljesen egyértelmű jelzését, bár bizony az itt van, tessék, lássék, ugye itt van a
zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Amúgy erről a zöld háromszög túraútvonalról konkrétan azt kell tudni itt a Tihanyi félszigeten, hogy ez elindul a hajóállomástól, és tart egészen a csúcshegy tetejéig, ahol becsatlakozik a sárgasáv túraútvonalba, ez a bizonyos zöld háromszög túraútvonal. Ez a tanösvény pedig, ami itt látható, ez a jelzés, ez ugye 14 km hosszan vezet itt a Tihanyi félszigeten, ez a tanösvény, ami itt látható ezen a felvételen. Ugye a tegnapi napon is túráztam ezen a tanösvényen, mert ugye a tegnapi napon is itt jártam Tihanyban. Nézzétek meg a tegnapi napon készült videókat is, és ezen a pénteki napon is itt vagyok Tihanyban, és itt túrázok újfent, és ahogy láthassátok, itt van a tanösvénynek is a jelzése, illetve itt van a zöld háromszög túraútvonalnak is a jelzése, és én haladok tovább itt a zöld háromszög túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor folytatom tovább a túrázást. Hát szépen le fog kereszkedni a belső tó partjáig, tehát szépen leereszkedek a belső tóhoz, és valószínű, hogy a mai kis túrám a belső tó partján fog véget érni, pont úgy, mint a tegnapi napon, több mint valószínű, hogy így lesz, hogy a belső tó partján fogom lezárni a mai kis túrámat. Hát valójában a mai túra is egy szép kis túra volt ezen a pénteki napon. Természetesen ugye ezen a mai napon is ugye én szabadságon vagyok, mint ahogy ugye a tegnapi napon is szabadságon voltam tulajdonképpen, és ez a mai napon sincs másként. Hát közben itt van egy ilyen kisebb kilátópont, ide be is jövünk. Van egy ilyen kisebb kilátópont itten a belső tó irányába. Ugye ott van a belső tó, tehát ott látható maga a belső tó. Hát konkrétan itt van a fák mögött, tehát az, ami ott fénylik a fák mögött, az ugye a belső tó. És így néz ki innen a kilátás, innen a kiserdőtető oldalából tulajdonképpen, tehát ilyen a kilátás. Ugye ott látható a belső tónak a Tihany felőli csücske, tehát ott látható a belső tónak a Tihany felőli csücske, és itt a lombkoronák mögött is természetesen a belső tó látható. És akkor én folytatom tovább a túrázást itt a zöld háromszög túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább itt a zöld háromszögön, tehát mindig még lépcsőzök lefelé, innen a kiserdőtetőről tulajdonképpen, tehát a kiserdőtetőről lépcsőzök lefelé konkrétan. Hát szépen lemegyek a belső tó partjáig, több mint valószínű, hogy a belső tó partjáig fogok lemenni, és valószínű, hogy a mai kis videóm, mai kis túrázásom ott fog majd véget érni, pont úgy, mint a tegnapi napon, mert ugye a tegnapi napon is itt túráztam Tihanyban, de nézzétek meg a tegnapi napon készült videókat is. Köszönöm szépen! És akkor itt szépen lelépcsőzöm. Kicsit fáj a térdem, az az igazság. Mert tényleg kicsit fáj a térdem. Na, megyünk lefelé. Hát ja, és egyre lejjebb megyünk. Hát hamarosan majd a belső tó partján leszek, konkrétan, ami egyébként már ott látható a háttérben, tehát ott látható a háttérben ugye a belső tó. És természetesen folytatom tovább a
mai kis túrámat. Hát valószínű, hogy a mai túrám is csak egy ilyen kisebb túra lesz tulajdonképpen, itt a Tihanyi félszigeten. Tehát a mai túrám is valószínű, hogy egy ilyen kisebb túra lesz. Most mondhatnám, hogy még tovább gyalogolok, és elgyalogolok akár a Csúcshegyig, vagy éppen a Apáthegyig, vagy éppen a Szófőig is elgyalogolhatnánk akár. De mivel, hogy itt a Tihanyi félszigeten kell maradjak, így hát valószínű, hogy a belső tó partján fogom lezárni a mai kis túrámat is, pont úgy, mint a tegnapi túrámat is, tulajdonképpen a belső tó partján zártam le. És valószínűleg ez a mai napon is így lesz, ezen a pénteki napon. És természetesen még mindig itt vagyok a zöld háromszög túra útvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Tehát itt látható a zöld háromszög túra útvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, illetve a tanösvényé is itt látható. Ugye ez a tanösvény, aminek itt látható a jelzése, ugye ez 14 km hosszú, tehát ez egy 14 km hosszú tanösvény itt a Tihanyi félszigeten. Erről a zöld háromszögről meg azt kell konkrétan tudni, hogy ez elindul a Tihanyi hajóállomásról, tehát a Tihanyi hajóállomástól indul el ez a zöld háromszög túraútvonal, és tart egészen a Csúcshegyig, ahol becsatlakozik, beletorkolódik a Sárgasáv túraútvonalba. Ez a zöld háromszög túraútvonal, aminek a teljes egyértelmű jelzése itt látható. És akkor haladok is tovább, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább arra felé, a belső tó irányába. Tehát a belső tó irányába haladok. Hát ugye a belső tó, ugye a tanösvény érinti a belső tót, mert érinti a tanösvény a belső tót. Valójában csak az egy túraösvény érinti, nem? Mert hülyeséget beszélek. A sárga kereszt túraútvonal is érinti a belső tót, nem csak a tanösvény. Úgyhogy bocsi, már javítottam is, még mert nagyobb baj, hülyeséget beszélnénk. Na, gyerekek, és akkor szépen lassacskán le is érkezek a hegyről. Lassan le is érkezek tulajdonképpen a hegy tetejéről, mármint a kis erdő tető tetejéről. Hamarosan le is érkezek. Mert tényleg hamarosan leérkezek. Hát íme, már lent is vagyunk. Tehát már lejöttünk a kis erdőtető tetejéről. És akkor haladok tovább természetesen, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Az ellenfényé pedig elnézést és bocsátot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényesek vagyunk, ezért bocsász. És akkor haladok tovább. Na, gyerekek. Hát itt már van egy ilyen dűlő útszerűség. És valójában ezáltal ki is jutok tulajdonképpen a belső tóhoz. Ez a dűlő út által. Szépen ki is fogok érkezni a belső tóhoz tulajdonképpen. És ahogy mondottam ugye az előzőekben, több mint valószínű, hogy a mai kis túrámat is a belső tónál fogom lezárni ezen a pénteki napon, pont úgy, mint a tegnapi napon is tettem, hiszen ugye a tegnapi napon is itt túráztam Tihanyban, de nézzétek meg a tegnapi napon készült videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok tovább. Hát gyerekek, a mai túrám se volt olyan rossz amúgy összességébe véve, sőt a mai túrám lehet, hogy egy kicsit rövidebb volt, mint a tegnapi, de jobb is volt, az az igazság. Több volt a kilátópont, amit meg tudtam nektek mutatni.
de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Na, gyerekek, és akkor haladok a belső tó irányába, tehát szépen haladok ugye a belső tó felé. Hát az ellenfényé most bocsánatot kérek tőletek, tudom, hogy ellenfényesek vagyunk, de most pont úgy vezet az út, hogy majd, hogy nem szembe megyek a nappal. Na, gyerekek, és akkor haladok tovább. Amúgy ez a zöld háromszög túraútvonal ugye folytatódik természetesen egészen a csúcshegyig, ugye Tihanynak a legmagasabb pontjáig, ahol beletorkolódik a sárgasáv túraútvonalba. És itt mindjárt majd jobbra kell kanyarodnom, tehát mindjárt itt majd el kell kanyarodni jobbra, konkrétan, mert tényleg itt mindjárt jobbra kell kanyarodni. Na, gyerekek, és akkor itt jobbra. Szépen itt jobbra bekanyarodunk, erre jobbra, így né, szépen jobbra haladunk. És haladok ugye a belső tó irányába. Mert tényleg a belső tó irányába haladok tulajdonképpen. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Na, gyerekek, amúgy errefelé folytatódik tovább a zöld háromszög túraútvonal, mert tényleg errefelé folytatódik maga a zöld háromszög túraútvonal, de én itt mindjárt majd elkanyarodok majd balra. Itt hamarosan majd balra el fogok kanyarodni, mondjuk majd itt. Természetesen a zöld háromszög túraútvonal az folytatódik arra felé, mert tényleg arra felé folytatódik a zöld háromszög túraútvonal, és ugye, ahogy mondottam, ugye ez a zöld háromszög túraútvonal ugye betorkolódik a sárgasáv túraútvonalba a csúcshegy tetején, ami egyébként ott látható, tehát ott látható maga a csúcshegy, tehát ott van a csúcshegy, oda visz föl ez a zöld háromszög túraútvonal, és ott a csúcshegy tetején, csúcsán csatlakozik be a sárgasáv túraútvonalba, ami ott halad végig fönt, tehát ott halad fönt végig a sárgasáv túraútvonal, ugye ott van a Apáthegy, tetején az őrtorony kilátóval, és ugye ott halad végig a sárgasáv túraútvonal, arra Aszó fő irányába, mert arra felé halad a sárgasáv túraútvonal, Aszó fő irányába, sőt, Aszó főn túl halad, egészen Pécsely településig halad a sárgasáv túraútvonal, amit ugye már többször is bejártam az elmúlt években, és akkor így néz ki itt a táj, ahogy látható ezen a felvételen, tehát maga a táj az így néz ki. Ugye arra felé folytatódik a zöld háromszög túraútvonal, a tanösvény viszont itt bekanyarodik arra, tehát arra felé bekanyarodik a tanösvény, tehát arra felé kanyarodik be a tanösvény, arra felé van ugye a belső tó, tehát abba az irányba van a belső tó, és abba az irányba kanyarodik be maga a tanösvény, és én is több mint valószínű, hogy arra felé fogok bekanyarodni, oda a belső tó irányába, mert ugye arra felé van a belső tó, és akkor mindjárt mutatom, hogy én melyik irányból jövök. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát arról jövök, és így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát maga a táj az így néz ki, konkrétan, hogy láthassátok ezen a felvételen. Ugye ott van a Apáthegy, tetején az őrtorony kilátóval, illetve ott van ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, a csúcshegy, ahol ugye véget ér a zöld háromszög túraútvonal, és ugye a zöld háromszög túraútvonal az
arra felé haladt tovább. Na de én most nem haladok arra tovább. Nem, bár tovább is haladhatok arra felé a következő útelágazásig. Tehát a következő útelágazásig el tudok arra is haladni. De viszont a belső tó az erre felé van. Tehát ebbe az irányba van a belső tó. Tehát az erre felé van. Tehát ezen az úton kell haladni a belső tó irányába tulajdonképpen. Hát nem is tudom, hogy erre felé menjek, vagy pedig arra felé. Nem tudom eldönteni, hogy most arra felé menjek, vagy pedig erre felé menjek. Ezt most nem tudom eldönteni, gyerekek. Mert valójában mind a két útvonal elég izgalmas tulajdonképpen. Hát nem is tudom. Na mindegy, megyünk erre. Tehát haladok tovább errefelé. Folytatom tovább a túrámat. És ugye itt most már csak a tanösvény halad. Tehát itt már csak ugye a tanösvény halad konkrétan. Illetve az őrtoronyhoz vezető turista út. Tehát az őrtorony kilátóhoz vezető turista út is itt vezet. Na meg ugye a tanösvény is konkrétan itt halad tulajdonképpen. És akkor itt szépen megyek lefelé a belső tó partja felé, mert ugye erre felé van maga a belső tó, mert tényleg erre van a belső tó, és több mint valószínű, hogy a mai kis túrámat is a belső tó partján fogom lezárni, pont úgy, mint a tegnapi napon, mert ugye a tegnapi napon is itt túráztam Tihanyban, tehát a csütörtöki napon is, és ezen a pénteki napon is tulajdonképpen itt túráztam Tihanyban, csak éppen egy teljesen más útvonalon, tehát nem ugyanazon az útvonalon túráztam ezen a pénteki napon, mint a tegnapi napon, vagyis csütörtökön, és akkor itt van a belső tó, gyerekek, tehát itt van a belső tó, amit így meg is mutatok nektek, tehát itt van maga a belső tó, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt van maga a belső tó, ugye arra felé van maga Tihany a település, tehát maga Tihany település az arra felé van, és ez pedig itt a belső tó, ami itt látható ezen a felvételen. Tehát ez itt ugye a belső tó, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát ez itt ugye a belső tó, és így néz ki a táj. Konkrétan, tehát maga a táj az így néz ki, fantasztikus, fantasztikusan szép itt a vidék, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg fantasztikusan szép itt minden, ugye ez pedig itt a belső tó, ami itt látható, tehát ez itt ugye a Tihanyi belső tó, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és akkor én folytatom tovább a túrámat arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És szépen leereszkedünk. Tehát szépen most le fogok ereszkedni ide a belső tó partjára. Több mint valószínű, hogy a mai kis túrámat a belső tó partján fogom befejezni. A mai kis túrámat is. Itt a Tihanyi félszigeten. Szabadságom második napján, mert ugye én ezen a mai napon is tulajdonképpen szabadságom voltam, pont úgy, mint a tegnapi napon, tehát a mai napon is a jó megérdemelt szabadságomat töltöttem, meg töltöm is, és akkor íme itt van a Tihanyi belső tó, ahogy láthassátok ezen a felvételen, ugye ott van a háttérben maga Tihany, a település, tehát maga Tihany település ott van a háttérben, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát maga Tihany település ott van a háttérben, és ez pedig itt a belső tó, ami itt látható ezen a felvételen, tehát ez itt ugye a belső tó, íme, így néz ki a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát maga a táj az így néz ki, fantasztikusan szép,
Ott lovak vannak, ott lovak is vannak, ez van itt Tihanyban lovarda, és akkor ez itt ugye a belső tó. Na de haladjak is tovább, arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább. Na, gyerekek, és szépen haladok tovább ebben a mai kis túrámmal. Igaz, lassacskán már a mai túrám a végéhez érkezik, mert lassacskán már a végéhez érkezik a mai kis túrám. És akkor még egy kicsit még fogok itt pihengetni itt Tihanyban, videón kívül természetesen, ha már úgyis szabadságon vagyok, akkor miért is ne használnám ki, főleg az, hogy jó az idő is, mert tényleg jó az idő tulajdonképpen. Nagyon szép időt fogtam ki ezen a mai napon, sőt megkockáztatom azt, hogy sokkal a jobb idő van, mint a tegnapi napom volt, tehát annál jobb idő van, legalábbis több a napsütés, mint tegnap, mert tegnap is ugye itt jártam Tihanyban. Jó, még tegnap se volt rossz idő, tehát, mert tegnap is tök jó idő volt tulajdonképpen, és hát mai napon meg egy fokkal, még egy fokkal jobb idő van, mint tegnap, és lassacskán meg is érkezek arra a helyszínre, ahol a tegnapi túrámat is befejeztem, tehát lassacskán meg is érkezek arra a helyszínre, ahol ugye a tegnapi túrámat is lezártam, és több mint valószínű, hogy a mai kis túrámat is ugyanott fogom lezárni, mint a tegnapi túrámat, tehát több mint valószínű, ugyanott fogom lezárni. Ugye a tegnapi napon, ugye abból az irányból érkeztem, ugye a tegnapi napon abból az irányból érkeztem, tehát tegnap arról jöttem, tehát a tegnapi napon ugye abból az irányból jöttem, mai napon pedig mutatom, hogy melyik irányból jövök, hát a mai napon meg konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jöttem a mai napon, tehát onnan a kiserdő tető irányából jöttem a mai napon, illetve az Óvár hegy tető felől érkeztem a mai napon, illetve a kikötő irányából érkeztem a mai napon, ide a belső tóhoz. Tegnap meg ugye innen a belső tótól is indultam tegnap, és ugyanide is érkeztem vissza a tegnapi napon. Hát a mai napon nem egészen úgy volt, ugye a mai napon konkrétan ugye a kikötőből indultam el, mert tényleg a kikötőből indultam el a mai napon, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És lassacskán le is zárom a mai kis videómat, illetve a mai kis túrámat, lassacskán le is zárom, hiszen megérkeztem ide a belső tó partjára, pont úgy, mint a tegnapi napon, megérkeztem újfent ide a belső tó partjára, és több mint valószínű, hogy a mai kis túrámat is itt fogom lezárni, mint ahogy a tegnapi túrámat is tulajdonképpen itt ezen a helyen zártam le, és akkor itt még megmutatom néktek a belső tót egy kicsit, tehát íme, itt van a belső tó, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát itt van maga a belső tó, én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát konkrétan abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, arról jövök, és akkor íme egy kis kitekintés jobbra, ugye a belső tó látható természetesen, és a mai kis túrám több mint valószínű, hogy itt fog a végéhez érni ezen a mai napon is. Hát lányok és fiúk, akkor én részemről lassacskán jöjjön hát a elköszönés tulajdonképpen. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, a mai kis túrám ezennel véget ért. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem, hogy majd legközelebb is velem fogtok tartani,
ami még nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz legközelebb. Természetesen, ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, ami nem tudom, hogy mikor és hol, de lesz következő videó. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, a belső tó partjáról. És ne felejtjétek, hamarosan találkozunk egy újabb túrában, egy újabb túrán, egy újabb videóban. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is, legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból. Sziasztok! Nos, lányok és fiúk, a mai túrám ezennel véget ért. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Tartsatok velem legközelebb is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Természetesen a videóról, illetve az útvonalról. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Tihanyból, a belső tó partjáról. Sziasztok!